kis késéssel, de megnyitjuk a rendezvényt. Mindenkit szeretettel köszöntök a kamerák előtt is, meg szerte az országban, aki majd nézi. Ma egy nagy esemény történik. A nyakunkba szakadt negyedik kétharmadot fogjuk elnyögni most 4 év alatt. És ma teszik le az esküjüket bent a képviselők. Ennek alkalmából kijöttünk ide, az országház mellé. És hát reméljük, hogy a képviselők közül is egy-ketten ide le fognak jönni és nyilatkoznak, hogy milyen elképzeléseik vannak ezzel a 4 évvel kapcsolatban. És hát én többet nem is mondanék, mert tényleg csúszásban vagyunk. És dr. Pócs Alfrédot jelenteném be, ő lesz az első felszólalónk. Tudjátok, hogy milyen témakörben. Kedves magyar testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. Immár eltelt 2 év, amit mondhatjuk, hogy a Covid fogságában töltünk itt. Úgyhogy nagyon el kell gondolkoznunk, ez a 2 év elég hosszú idő, hogy hogyan tovább. Közben bekavart a háború, de a járvány is megy tovább, ezt is észre kell venni. A rendszerek ugyanúgy működnek az országokban, a kórházakban, elkülönített osztályok működnek. Megbontották az egészségügyet, tehát minden megy tovább. Valamit mindenféleképpen tenni kell, ezen gondolkozzunk, azért vagyunk itt, hogy valamit lehet, hiszen ahhoz már nem mehetünk vissza, ami volt, mert az már nem az, hanem valami újat, vagy valami régit. Abba gondolkozzunk elsősorban, most is elmondom, hogy történeti alkotmány Szent Koronatan. Magyarországnak más megoldás jelenleg nincsen. Gondolkozzunk azon is, hogy ez a világhatalom a világ alapelemeit is támadja. Tehát ilyenre gondolok, mint a föld, a víz, a levegő, a tűz, a fém, az 5 alapelem, amire építjük ugye a világ mindenséget és az embert és mindent a környezetünket. És ezt is támadja, most kiemelném külön a Földet, mert a Föld nagyon fontos. A Föld az élet, hogy a Jóisten megteremtette, úgy kéne használni, művelni, és nem a tudomány szerint megváltoztatva, mesterséges módon működtetni. Magyarországon tudni kell, hogy 2012-ben, amikor bejelentették és létrehozták az alaptörvényt, az alaptörvény nem csak azt a 3 jogot fosztotta meg az emberektől, hogy lehet, hogy nincs ingyenes ellátás, lehet, hogy nincs nyugdíj, mivel nem kötelezi magát az állam erre, azt már teljesítette, hogy nincs lakhatási jog. Most már bárkit az országba, bármilyen címen, bármikor ki lehet tenni a lakásából. De kevesen hívják fel arra a törvényre a figyelmet, amit Tanka Endre elemezett ki részletesen még 2014-ben, hogy megváltoztatták a Földnek a jogát, tehát a Föld nem nemzeti tulajdon. Ezt mondták ki 2012-ben. Abban a pillanatban, ha a Föld nem nemzeti tulajdon, akkor áruvá degradálták. Eladható, vagyonszerző áruvá lett degradálva. Magyarul annyit jelent, hogy például a Dunántúl fele mondjuk már osztrák kézen van, tehát eladható az ország. A új alaptörvényben nem hoztak olyan kitételeket, amivel ezt jog szerint meg lehetne változtatni. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az alaptörvény megerősítette azt, a nagy birtokrendszert, ami kialakult Magyarországon. Egy olyan nagy birtokrendszer alakult ki, amilyen még sose volt. Mert ha bármikor nézzük a történelmet, akkor egy 40-50% föld a parasztságé volt, a többin pedig osztozott az egyház és a földesúr. Ma 90-95% a földeknek pár ember, pár földtulajdonos kezébe volt, van. Tehát ilyen még soha nem volt a magyar történelemben,
Tehát ezt is nagyon komolyan kell venni, hogy meg kell változtatni. Nagyon fontos még ugye, hogy annak idején a Fidesz kormány Ángyán József révén egy nagyon csodálatos mezőgazdasági törvényt dolgoztak ki, de amiből semmit nem tartottak meg. Nem hagyták meg, nem dolgozták ki az üzemgazdasági törvényt. Tehát nem tudunk változtatni, hogy nagy gazdaságokat hozzanak létre, és azokat működtessék Magyarországon. A családi gazdasági törvényt nem teljesítették be. Valamikor úgy indult, hogy a fiatalok, hogyha a mezőgazdaságba akarják elkezdeni az életet, akkor kimehetnek, családot alapíthatnak, nem kell adót fizetni, kapnak ingyen földet, stb. Ilyenek is voltak a tervezetben, de ezek nem valósultak meg. És ami még nagyon fontos, nem valósultak meg a szövetkezeti törvények. Tehát, hogy szövetkezzünk, össze tudjunk fogni, helybe lehessen pénzforrás teremteni a gazdaság működtetéséhez. Csak példának mondom, hogy ha nézzük a világot, hogy ki működteti a földet, ezt az alapelemet jól, akkor például Izrael jut eszembe. Hiszen Izraelben olyan kemények a törvények, hogy egy négyzetcentimétert nem kaphat meg senki. Nálunk, ugye, hogyha épül egy gyár, egy autó összeszerelő üzem, mert csak ezek épülnek, akkor odaadják a földet is birtokul annak a cégnek, aki megépíti a gyárat. És ott van Debrecen, az a nagy probléma, ugye, ahol 100%-os aranykoronás föld van, az ország legjobb földje, és képesek voltak odaadni egy ilyen cégnek építkezésre. Szóval ezek olyan dolgok már, ami kinyílik az embernek a zsebébe a bicska. Ki kell, hogy nyíljon, mert ezeket nem lehet tovább tűrni. A föld nagyon fontos kérdés, azért is emeltem ki egy picit. Hossó Andrea például, egy kiváló közgazdász, előadásában még emlékszek régen azt mondta, hogy a 21. század aranya lesz a föld, az olaja pedig a víz. És azt is mondta, hogy mi magyarok egy aranybányán ülünk, és pénzt kéregetünk. Körülbelül ilyen szinten áll most Magyarország. Ugye a gazdaságnak az alapja az lenne, hogy készterméket exportáljunk, ne nyersanyagot. És mi nyersanyagot exportálunk, és készterméket importálunk. Tehát gyakorlatilag rabszolga van sorsba, van süllyesztve az ország, hiszen ki vagyunk szolgáltatva. Ha mi csinálnánk a késztermékeket, önálló, független gazdaságot tudnánk biztosítani. Tehát ezekre is nagyon oda kell figyelni. Belegondolok, hogy a Szent Koronaton és a történeti alkotmány szerint legalább, ha szerint élne ez az ország, 5-6 millió embernek a földből kéne élni. Kicsi, apró biogazdaságokban kéne termelni. Korlátlan mennyiségbe el lehetne adni, és önfenntartók lennénk. Ne felejtsük el, hogy a szabadság alapja az önfenntartás. Azért volt meghatározó a paraszti kultúra mindig. Azért tudott a parasztság túlélni eddig, most már nem tud, mert ő volt a földtermelő, ő termelte a mezőgazdasági cikkeket, ő állított elő bármilyen kapát, ruhát, ami kellett magának. Tehát akár, ha nem kapott egy évben egy forint jövedelmese volt, akkor is meg tudott élni, és működött a rendszere tovább. Tehát sokkal jobban csinálták, mint ahogy ma csinálják ezt. Ezt kéne visszahozni, ezeket a gazdaságokat, hiszen bennünk van az igény a földre. Bennünk van az igény a földre, hiszen ha megnézem a történelmünket, a Kárpát-medence őstörténetét, ugye a világon azt mondják, hogy 10-12 ezer éves a mezőgazdaság. Itt 20 ezer éve találnak a Kárpát-medencébe olyan barlangokat és ősember maradványokat, ahol például szarvas agancsot alakítottak át kapává, és mezőgazdaságot tudtak vele művelni. Tehát vannak tárgyi dokumentumok arról, hogy minimum 20 ezer éves a Kárpát-medencében a mezőgazdaság. Tehát nekünk ez nem új dolog, nekünk ezt a régit kell továbbvinni. A Kárpát-medencében mindig volt egy alaplakosság, akik a földet művelték,
És aki jött hódító, az megtartotta őket, mert az élelmezésre és mindenre szükségük volt. Tehát itt nem írtották ki a lakosságot, itt nem volt üres a Kárpát-medencé, ne egy pillanatra se, hogy a történelem tanítja. Itt mindig az az alaplakosságért. Tudjuk, hogy a honfoglalásnak nevezett intézmény, amit az osztrákok találtak ki a honfoglalás ünnepére, akkor a lakosság 5, maximum 10%-a jött be. Kimondott katona elemek, Árpád és csapata, akik megőrizték ezt a nemzetet továbbra is, ugye a pozsonyi csatában, nemrég ünnepeltük a pozsonyi csatának az ünnepét. Ezért volt nagyon fontos ez a katonai erő, és a háttérbe pedig a földművelés ment és ment tovább. Ezt azért mondtam el, ma mit tudunk a földművelésre? Azt tudjuk, hogy digitális földművelés lesz. Hatalmas, vezető nélküli eszközöket hoznak, azok fogják a földeket művelni. Összemossák a földeket, a kis birtokokat, ahogy Argentinában. Falvakat törölnek el, erdőket írtanak ki, és helikopterről irányítják ezeknek a gépeknek a működését, és vegyszerek tömkelegét használják. Az pedig arról szól, hogy gyilkolják az emberiséget, hiszen a glifozát az alap, ami még az EU mindig meghagyta. Tudjuk, hogy milyen gyilkos dolog, és ezek benne vannak azokba az élelmiszerekbe, amit ők termelnek. Tehát röviden a földről ennyit mondanék, mint elemről fontos. A víz is alapelem, azt is látjuk, hogy a világ maga alá akarja a világhatalom teljesen vonni ennek a tulajdonjogát. Ezért írják össze minden kutat Magyarországon. Majd meg fogják adóztatni, adót kell fizetni utána. Nem bírják fizetni, és akkor majd állami kézbe mennek a források és minden. Ugyanezt csinálják mindenhol a vízzel is. És itt a levegő. Minden reggel elmondom százszor, de most is el kell mondani, hogy ki kell menni reggel föltekinteni az égre és megnézni ezt a chemtrail-t. Hogy a repülőgépek hogy permeteznek, hogy ezek a csíkok hogy vannak továbbra is az égen. És ezek mennyire befolyásolnak bennünket, az egészségünket. Akár egy vírus járványt lehet vele generálni. Hiszen voltak ilyen repülők, amit Bulgáriába, Dániába lefoglaltak WHO felirattal. És azt nyilatkozta az újság utána, hogy tüdőgyulladást okozó anyagokat permeteztek vele. Tehát ezekre is nagyon oda kéne figyelnünk. Nem szabad lenne hagyni, hogy a légterünkbe ilyen gépek bekerüljenek, vagy Magyarország fölött használják. Ezt is lehetne átmed a repülő, de nem lehet használni, hiszen a laikus is észreveszi, ha 2-3 másodperc alatt nem tűnik el a repülőgép nyoma, akkor az már chemtrail. Tehát az már. Nemrég jutott kezembe Debrecenbe egy nagyon jó emberke. Ugye vannak ezek a homokviharok, mondják, hogy Afrikából szaharai homok jön Magyarország felé, és akkor az arról veszük észre, hogy reggel kimegyek, megnézem az autómat, és vastagon homokréteg fogta be, így már mindenki járt, biztos. Kicsit összegyűjtögette, bevitte, és kielemeztette, hogy mi van ebben a homokban. És kiderült, hogy 50 000-szer több alumínium volt, mint ami a megengedett szint. 5 000-szer több bárium, mint a megengedett szint. Ez az alumínium és ez a bárium, ez a chemtrailből származik. Ugyanis a homokszemcsék, ezeket a nanorészeket magukba fogták, lehozták, mivel a szélvihar fölvitte magasra, és lehozta ide a földre, besűrűsítette. De ebből is látjuk, ez a tárgyi bizonyíték, hogy továbbra is az, hogy létezik a chemtrail nap mint nap, és ugye ezzel lehetett járványt produkálni, és lehet járványt produkálni a későbbiekben is. Fontos kérdés, hogy egyrészt úgy tudunk, hogyha visszahozzuk a Szent Koronatani és a történelmi alkotmányt, ez az egyik, a másik pedig föl kell készülnünk mindig szakrális vonalon is. Tegnap volt május 1-e, fönt jártam Normafánál, Szent Anna réten. Ugye itt épül, itt kellene megépülni annak a kápolnának, ami megmenteni Magyarországot. Hiszen Natália nővér már a 30-as évek végén, 38-39-ben találkozott Istennel, és elmondta neki, hogy ha megépítenek a Normafánál egy kápolnát, akkor Magyarország nem kerül a II. Világháborúba. Ő elmondta, köztudott volt,
nem építették meg, és bekerültünk a második világháborúba, óriási pusztulást szenvedtünk. És most pedig már 10 évek óta mi a Honfokos Szövetség Egerből követjük és részt veszünk ezeken a rendezvényeken, és követjük, hogy egy csapat alakult, hogy ezt a kápolnát megépítsük. És most oda jutottunk, hogy nemrég Erdő Péter, aki ellenállt eddig és tiltakozott és nem engedte, megengedi, hogy megépüljön a kápolna. Adott egy írást. Igen ám, de közben elindult egy folyamat, és nem az a kápolna fog megépülni, amit megálmodott Natália nővér, hanem terveztek egy kis, nem is tudom minek mondjam, valamit, egy modern valamit, és azt teszik ennek a kápolna helyén. A szakralitás mindig úgy működik, ha azt hajtom végre, ami az Isten üzenet. Ha az Isten üzenet az, hogy milyen kápolnát kell csinálni, akkor olyan kápolnát kell csinálni, mert ha én fölülírom, akkor nem ugyanaz lesz a hatása. Márpedig ez nagyon fontos lenne, mert Magyarországnak fontos lenne, hogy elkerülje az elkövetkezendő háborús időszakot. Fölhívom arra is a figyelmet, hogy a Magyarok Világszövetsége is kezd, mert az imádság is nagyon fontos. Minden csütörtökön este 6 órakor a Magyarok Világszövetségének a székházában, az Asztóriánál, a Semmelweis utca 2-3 alatt alakult egy kis közösség, akik minden héten egyszer imádkoznak. Fölhívom figyelmet a pestieknek, hogy vegyenek részt ezen az imán. Hiszen vagy cselekvő módon tudunk tenni, de ha épp nincs cselekvése lehetőség, akkor imával, szakrális úton kell végezni a dolgunkat. Beszélnék még arról is egy kicsit, hogy egyre jobban kiderül, hogy mennyire eltervelt volt ez a világjárvány, és a vírushoz tulajdonképpen semmi köze. Egyre jobban kiderül, hanem mérgező anyagokkal okozták ezeket a pusztulásokat. Tehát amit a gyógyszernek használtak, amit használtak, a remdesivir, favipiravir, ezekről most már egyre jobban kiderül, hogy eleve méreganyagnak tervezték, most már kígyó méreg is kimutatható benne, tehát ami volt. És ugye óriási haszon volt ezzel. 2020-ban egy remdesivir kúra Magyarországon, még akkor nem volt otthonos, Amerikából hozták, 700 000 forint volt. És azt írja most, ugye Amerikában, hogy a kutatásokat végzik és elemzik kifelé a járvány időt, hogy 20%-ot is kapott a fölíró orvos, meg az intézmény. Tehát ezekből a pénzekből, amik befolytak, ezekből komoly pénzek jöttek vissza. Úgyhogy ez is felelősség, és ez is számonkérési lehetőség az orvosoknak. Gondoljuk át. Itt is Magyarországon. Magyarországon nem az amerikai remdesivirt vették át, hanem elkezdték gyártani magyar remdesivirt, de még a mai napi kísérleti fázisban van, és infúzióba bekötik az embereknek. Vese májkárosodásokat okoz. És ez járul hozzá a halálhoz, mint ahogy az oxigénre tevés. Egyre jobban kiderülnek ezek a dolgok. Most már sokkal keményebb meg, mint gondolnánk. Nem csak az oltásokról van szó, hanem a terápiákról is. És beszélnünk kell minden nap arról, hogy szétverték az egészségügyet, a magyar egészségügyet. És soha nem tud már helyreállni. Ezt is ki kell mondani valakinek. Hiszen elküldték az embereket, most is visszatartották fél évig, nem lehetett elhagyni az egészségügyet, de most nagyon sokan fognak elmenni az egészségügyben. Az oltás miatt is nagyon sok embert elüldöztek az egészségügyből. Hogy lehet az, hogy nincs járvány, nincs mentőautó, nincs semmi, és az egészségügyben kötelező az oltás? Hogy tudják ezt elviselni az egészségügyiek? Amikor még egy oltás, vagy két oltás, még az ember azt mondja, hogy még el lehet viselni. Főleg, ha azt hazudják már az első után is, hogy nem kell több, mert ez is elég. A második után is, hogy nem kell több, és ez is elég. És amikor jön a harmadik Izraelbe, azt mondja az egészségügyi miniszter, hogy a legveszélyeztetebbek a kettő oltottak, mert ők azt hiszik, hogy védettek. Tehát ekkora hazugságot, ekkora mindent az oltással, és mennek tovább a gyerekoltások. Gondoljuk el, a gyerekoltások kísérleti vakcinával továbbra is. Sőt, meghosszabbították, most már nem 2023. január 31-én jár le a kísérleti fázis, hanem még egy évet hosszabbítottak rajta. Azért, hogy föl lehessen tartani az oltást.
Mert abban a pillanatban, ha leveszik a kísérleti fázist, akkor, vagy a vészhelyzetet leveszik, akkor kísérleti fázisban nem lehet oltani semmit. Annyira pontosan kirajzolódott most már mindenki előtt ki kell, hogy mennyire gondosan megtervezett. Hiszen Amerikában ott volt a hidroxiklorokvin, amit tudtak használni minden vírusfertőzésbe eredménnyel. Hogy vonták ki? Négyszeres toxikus dózist adtak betegeknek, és nézték a halálozást, ami természetesen megnőtt. És utána megjelent a Lancetbe a cikk, majd 4 nap múlva visszavonták a cikket, mert rájöttek, hogy azért haltak meg, mert magasabb volt a dózis. 335 kórházba a világon, köztük Magyarországon is, nem tudom melyik intézményben, de itt is kipróbálták, itt is megöltek vele embereket, ki kell mondani. Most már ilyen keménynek kell lenni. Keménynek kell lenni, mert ha nem leszünk kemények, ősszel jön vissza minden. Jön vissza minden. Jönnek az újabb oltások, vagy megváltoztatják, majd tablettába adják, vagy valami. Vagy majd bőrben van ilyen, amiben mikrotüskék vannak, és csak ráragasztom a bőrömbe, és a kis tüskék átszúrják a bőrt, és azon keresztül be tud hatolni ez a méreganyag. És ugye olyan finoman kidolgozott, hogy a grafén oxidot se lehet kimutatni natúr, csak speciális technikákkal. Tehát ez annyira látszik, hogy tudatos, megszervezett valami volt, amit itt csináltak. A PCR tesztet is. Még Magyarországon még mindig használják. Most már Európa sok országában, Skócia, de Amerikában is teljesen kivonták. Minek ezt a játékot? Most már mindenki tudja, mi már, akik alakítottuk az orvosok a tisztán látásért, mi már 2020 márciusában írtuk, meg mondtuk, hogy a PCR teszt nem tud élő vírust, nem tud halott vírust kimutatni, csak DNS és RNS darabokat. És ennek ellenére ma is megy tovább. Tesztpozitivitás. Nézzük meg ezt a játékot Shanghai-ba. 10 000 ember volt tesztpozitív, és lezártak egy 25 milliós várost. Csak azért, hogy begyakorolják, hogy hogy kell ezt csinálni. Hiszen nem lehetett üzleteket, élelmiszerüzleteket is bezárták, és egyes lakásokba ki kellett vinni a napi élelmet. Ez mind játék, csak szoktatni az embereket, gyakorolni és a félelmet kelteni az emberekbe. Tehát erről szól minden, ami itt van. És arról szeretnék még beszélni, hogy mi az egyik megoldás, amit én gondolok. A sorsfordító nemzetgyűlésről is beszéljünk egy kicsit, hiszen idézek egy kínai mondást. A kínaiak mondták a hunokról. Inkább cselekszenek, mint beszélnek. Hát nekünk vissza kéne hunosodnunk egy kicsit, hogy mi is cselekedjünk most már, és ne csak beszéljünk. Ne csak ki kelljen jönni ide elmondani, beszélni a dolgokat, hanem mindenki egy kicsit gondolkozzon el, cselekedjen, mert különben nem csak neki lesz vége, de a családjának, a rendszernek, az országnak, mindennek. Ennek nem látjuk a végét, hogy mi a végső cél. Annyit tudunk, hogy 500 millióra redukálni a föld lakosságát, elvenni a vagyonokat, a magánvagyonokat, mindent. Tehát ezekbe bele kell gondolni. Mi jöttünk egy ilyen lehetőséggel, amit a sorsfordító nemzetgyűlés.hu oldalon meg lehet nézni, hogyha összegyűjtünk 100 000 aláírást, visszalépünk egy pillanatra a köztársaságba, megcsináljuk az alkotmányzó nemzetgyűlést, és akkor onnantól kezdve minden működik tovább, hiszen a történeti alkotmányt és a Szent Koronatant visszahozzuk. Ez egy óriási lehetőség, de még eddig nem élt vele, úgy látom, az ország nagy része, a nemzeti oldal sem, pedig cselekedni kell. Ez egy gyors cselekedési lehetőség, és nem beszéd lehetőség. Erre hívnám fel a figyelmet, hogy aki nem tette meg, az tegye meg, mert én ebbe látom azt a megoldást, amit most tehetünk akutan. Jó, köszönöm szépen a meghallgatást, Isten éltessen mindenkit!